Szerbiában évente mintegy 400 nő hal meg méhnyakrák miatt, Vajdaságban pedig minden 46. nőt érint. Ezért az orvosok arra hívták fel a figyelmet, hogy a nők rendszeresen járjanak szűrővizsgálatokra. Ez a betegség hosszú ideig tünetmentes a rákos elváltozás előtt, ezért fontos a megakadályozása. Létezik elsődleges és másodlagos megelőzési forma. Mi az utóbbit alkalmazzuk, amely szövettani vizsgálatból, papatesztből, kolposzkópos vizsgálatból és HPV-tesztből áll. A korai stádiumban felismert méhnyakrák ma már teljesen gyógyítható. Dr. Tihomir Vejnovics, a Vajdasági Klinikai Központ Nőgyógyászati Intézetének igazgatója kiemelte, Vajdaságban és Szerbiában is szakképzett orvosok és korszerű sebészeti beavatkozások állnak a páciensek rendelkezésére, úgy az egészségházakban, mint a kórházakban és a klinikákon. Az elmúlt években jelentős előrehaladást értünk el minőségi és műszaki szempontból is a méhnyakrák és más rákos megbetegedések műtéti beavatkozásában és sikerességében. Az orvosok olyan módszereket alkalmaznak, amelyeknél minimális sebészeti beavatkozás szükséges. Ennek köszönhetően a nyirokcsomók eltávolítása is hatékonyabb. A HPV vírus ellen már forgalomban van a védőoltás, de államilag nem támogatott. A szakemberek éppen ezért hangsúlyozták, hogy a 25 és 65 év közötti nőknek évente legalább egyszer ajánlott a szűrés a választott nőgyógyásznál, mert ezzel 80%-kal csökkentik a méhnyakrák kialakulásának kockázatát.